itt a Tarján Rádióban. Kicsit aktuális témával foglalkozunk, amúgy most nézem, hogy azon abban a kameraképben így a völgyből növök ki. Én vagyok a felkelő nap. A völgy napja. Miután mindenki rögött, itt jött még egy komment, például akivel beszélgettünk, hogy Gábor, csak ne vagdossuk. Szegény Gábort ne vagdossátok meg. Pedig olyan vagyok, mint egy bonzáj. Pedig van nálunk is. No. Szóval aktualitás. Vegyük is le a headline-t, ez már eltér a műsorrendtől. Nóri kiakadt tegnap. Most elárultuk, hogy kiakadt ki. Nóri mindig kiakadt. Nóri kiakadt. Mi volt a problémád, Nóri? Most négy szem közt vagyunk. Elmesélheted a problémáid, mi megértőek vagyunk. Szóval most itt tényleg nincs sok ember közöttünk. Elmondhatod, hogy mi volt az, ami bökte a csőrödet? Húham, és nagyon-nagyon rossz, hogy ezt felhoztad, mert én általában sokszor szoktam elég sok mindenen kiakadni szerintem. De az, hogy ezt így előadásban úgy megfogalmazzam, hogy utána senki nem fog rá megharagudni, ez egy nem kis feladat. Mi nem haragszunk. Nagyon gonosz vagyok. Én biztos nem fogok haragudni. De már tényleg tisztázzuk ezt a dolgot, mert már annyi komment jött alatt, de meg már itt hadjáratot indítottunk meg, mit tudom én micsodán. 60 ember reagált, abból egy csomóan bedühítőzték ezt a posztot, meg hogy mi negatívak vagyunk, és hogy úgy gondolkodunk, mint a magyar ember, hogy folyamatosan piszkálunk, szurkálunk. 8000 ember látta ezt a posztot, ugye, aki nem tudná, ez a tegnapi földnapjás posztunk, amit egyébként Nóri posztolt. Vállalod? Most már mi nem tudsz, mit csinálni? Milyen kedves Milyen vagyok. A földnapján mindenkinek eszébe jut, hogy valamit tenni kellene a környezetünkért, és természetesen a legkisebb tett is jobb, mint a semmi. Mindenki felhívja a figyelmet a környezettudatosság fontosságára, a környezet védelmére, virágokat, fákat ültet ezen a napon, és tényleg fontos dolgok igenis szebbé tenni a mikrokörnyezetünket. Egyetértünk? Egyetértünk. De nézzünk szembe a tényekkel. Tű-tű-tű. Szembenézünk a tényekkel. Nagyon szépek a virágok, de bárhová máshová nézhetünk, igénytelenséggel találjuk szembe magunkat. Félig összedőlt garázsok az idegérben, azt hiszem nem idegérben, de mindegy. Széttört padok a Kálvárián, eső esetén óriás tócsák a főpasta előtt, utcák, ahol az út szinte csak kátyúból áll. Egyetértünk? Vannak ilyenek? Hát, igen. Ezt nem Nóri találta ki, hogy a főposta előtt óriás túlcsák vannak. Szerintem direktásodt egy lyukat. Direktásodt, hogy igaza legyen. Tudja írni egy posztot a föld napjára, hogy a főposta előtt túlcsák vannak. Jó, nem verem az asztalt, bocsánat, de hogy értitek? Bence, verj az asztalt. És ki akad ki akkor? Nekem kell ide egy kis sámni, amit így ütögethetek. Jó. Kevés olyan városrészt találunk, ahol a szemét ne állnak kupacokban, ne lenne szétdobálva az árokban, utak szélén, utcák végén, erdőkben. Láttatok ilyeneket a városban? Láttunk. Sokat? Az erdőben. Keveset? Elég sokat sajnos az erdőben. Ezt tényleg nem értettem azt, hogy miért. Tehát valaki kicipeli a cuccát az erdő közepére, és ott elejti, vagy nem tudom, mi a folyamat ennek. Holott akkor sok egy mázsát leadhatnak ingyen, ha minden igaz. A szemetet, bármilyen szemetet elviszik kocsival, leadhatnák. Hát én is, ha néhány kilót leadnék, az úgy jó lenne, de egy más az már kicsit sok. Adhatnak le, mert ez váltotta ki a lomtalanítást, azt is azért mondjuk el. Igen, nincsen lomtalanítás. Na de, folytassuk tovább a posztot. Na de térjünk rá a környezettudatosságra. A legnagyobb nyári hőségben a város vezetői műanyag palackos vizet osztogatnak a főtéren. Az utak építése tervben van, a tömegközlekedés fejlesztése pedig senki sem erőlteti a tömegközlekedés fejlesztését vonat, busz. Mondjuk ez most jött három új busz, vagy négy, öt darab új busz. Új busz. Mármint, hogy helyben no. még nem látod. Helyben nem, még nem látták. Így a pontos, igen. Egy biztos. Pesti buszok megérkeztek. Új beszerzési buszok, pesti buszokat kaptunk. És akkor most már nem engedik ki őket, mert nem bírnak olyan messzi közlekedni. De kaptunk új buszokat, és ennek örülni kell egyébként. Mert örülni kell, mert nem egy 40 vagy 50 éves busz közlekedik, ezt aláírom. 7-8 éves, és alacsony padlós, klimatizált, és a tegnapi naptól kezdve közlekednek a városban. De örülünk neki, így van. De folytassuk tovább a posztot. Egy biztos. Virágot is fákat ültetni, és fotózni könnyű. Panaszkodni is könnyű, de rendszer szintű érdemi változást elérni nehéz. Nem lehetetlen, csak meg kell próbálni. Segít ezt te is? Ugye érzitek a végén ezt a cukinór is. Ez a felejts el mindenki, hogy most egyébként beszóltam 60 embernek, és egyébként nagyon böki a csőröm azt, amit posztolgattak tegnap a Facebookra különböző intézmények és helyi oldalak, de azért segít ezt te is?
Levetesed így egyszer a szempillákat így. Hát kérlek, magyarázd meg ezt a posztot, hogy mindenki értse. Szerintem elég egyértelmű a dolog, nem? Tehát, hogy... Szóval, hogy az ember tényleg bármi... Tehát most, hogyha megnézzük azokat a fotókat, amiket ide összeszedtem, egyébként 7 fotóról beszélünk. Összeszedted? Hát akkor játsszuk be őket. Hát ott van a posztban, játsszuk, hogyha szeretnél. Jó, mert mint hogy azt hittem, én másra gondoltam. Nem, ez csak így random, tényleg elmúlt nem tudom hány évben, amikor a újabb telefonommal fotózgattam a városban menten, mindenfele, akkor random az ember így szembe jön ilyen dolgokkal, és ezek mind olyan dolgok, amik mellett nehéz elmenni, úgyhogy legalább ne akarnád lefotózni, hogy hát ha egyszer majd eltűnik. Nem, hanem hogy emlékezz rá, és hogyha oda jutsz, akkor tudsz fel esetleg valamit elkezdeni vele valamit. Na igen. Ez nem olyan, mint a arab országokban, hogy nem szabad lefotózni az embert, mert félnek, hogy ezzel a lelküket csapdába ejted. Hogyha a szemetet lefotózod, akkor a szemetet is csapdába ejted, és el fogod itt tűnni. Ja, értem. Jó. Hát végül is ez így jó. De lényeg az, hogy az ilyen tényleg azokat a dolgokat, amiket így szembe találkozik az ember, és igénytelenségnek veszi, azt így én szeretem lefotózni, hogy utána majd kezdjünk vele valamit, ha esetleg oda jutunk. És egyébként mindegyik olyan, amiket így beválogattam, ami már ilyen több éve probléma. Lásd mondjuk az idegéri garázsok helyzete, a Kálvária padjainak rettenetes állapota, amióta ugye megcsinálták, azóta senki nem tartotta őket karban, ugyanúgy mindenfele szemét a városban, elhanyagolt ilyen leülő padok, meg még ezek nyársaló helyek tulajdonképpen, abszolút elhanyagolva, amikről beszéltünk egyébként az utak, ezekről is vannak jó kis fotóim, itt szemétkupacok mindenfele, meg hát úgy alapvetően a post előtti rettenetes túlcsák időben, de hát mindegyik, nagyon sok ilyet be lehetne még egyébként hozni szerintem. Mindenki biztos a saját város részéből is rengeteget fel tudna sorolni, hogy éppen mi az, ami úgymond nem tudom, nagyon feltűnő, hogy nincsen megcsinálva, és nem foglalkozik vele senki. Tényleg egyre inkább azt tudom csak mondani, hogy bárhová lehet nézni, biztos, hogy találsz valamivel, ami elhanyagolt, valamivel valaki nem foglalkozik, de most itt megint ugyanoda lyukodunk ki, hogy persze panaszkodni lehet, nem arról van szó, meg biztos, hogy mindig lehet hibákat találni, de hogyha meg akarjuk oldani a problémákat, akkor akarjuk már meg megoldani a problémákat, és beszéljünk róla, és merjünk róla beszélni, és akkor az nem megoldás, hogy akkor valaki nagy fényképezés keretek között 2 darab virágot elültet. Én ezt így nem akartam volna kimondani. Én szoktam kimondani, mert láttam a képet. Igen, de alapvetően nem is feltétlenül az a lényeg, hanem hogy nekem sokkal inkább az blokkít talán ebbe az egészben a csőrömet, hogyha lehet így fogalmazni, hogy ezekkel a problémákkal, hogyha valaki ezt felhozza, akkor rögtön megvagdossa mindenki azt, hogy te csak milyen negatív vagy, és mennyire, nem tudom, és szerintem pont én vagyok az ember, aki mindenbe próbálja egyébként a pozitív dolgot látni, és nem borúsan látni a világot, de amikor egyszer tényleg arról van szó, hogy a problémákat és a rossz dolgokat mindenki csak el akarja sunnyogni, és el akarja kenni, és jó van az úgy, egy-két százszor szép segítségével, hogyha már kimondtuk a dolgot, akkor mondjuk ki. akkor ez nem jó. Na, ennyi. Tehát, hogy nem tudok erre más mondani. Kiakadtam, bocsánat. És még sokszor kifogok, és ezt szerintem mindenki fogja látni az oldalon, mert van mindig mind kiakadni, csak nem szeretek mind kiakadni. Talán, hogyha ezzel a 7 problémával, 7 fotót mondtál, ezzel a 7 problémával is lenne foglalkozva, akkor ez a város lehetne 100-szor szép. Hamarosan folytatjuk az összegzéssel.